Roger Martin Dugar, Afrikai Vallomás Helikon, Budapest, 1964 Fordította Gyergyai Albert Felolvasta Ambrus Attila József A felvétel 2024. május 29-én készült. Az írónak ez az egyetlen ismert novellája, amely 30 év után most végleges és teljes alakjában kerül a magyar olvasó kezébe, méltán sorakozik a világirodalom remekei közé. A különös és rendkívüli történetben az író a testvérszerelem témáját dolgozza fel hallatlan művészi erővel, és azzal a könyörtelen determinizmussal, amely minden művét kezdettől végig áthatja s amelyet még mestereinél is szigorúbban, következetesebben alkalmaz. 1930. MÁJUS Kedves barátom! Ön arra kér, hízelgő sürgetéssel, hogy adjak valamit az olvasóinak. Most is, mint máskor, már-már már azt feleltem, hogy mindaz, amit mondhatnék, magától beömlik a tibúkba amikor az jutott eszembe, hogy talán lemásolhatnék pár lapot egy kis régebbi zsebkönyvemből. Csak egy beszélgetés az egész, jobban mondva vallomás. Nem régiben jutottam hozzá azon a hajón, amely hazahozott Afrikából. Úgy írtam le minden sort, ahogyan elmondták előttem, minden nemű irodalmi aggály nélkül, s félek, hogy nem is találja ugyanolyan érdekesnek, mint amilyen érdeklődéssel én hallgattam az egészet. De legfőképp attól félek, hogy talán nem tartja illendőnek olvasóit így sajátos, egyeseknek támbotrányos elbeszéléssel mulattatni. Mindegy, bármi történjék is ezekkel a lapokkal, legalább bebizonyítom jó szándékomat. De most, ahogy másolom őket, látom nem sok értelmük lenne némi előzetes magyarázat nélkül. Jó egy néhány esztendeje, amikor autón jártam délen, egy kis kerülőt kellett tennem, hogy megállhassak Fonrömőban, ahol a fiatal franc fejezte be a gyógykúráját. Ott helyben akartam megtudni az orvostól, hogy nevelt fiam valóban teljesen meggyógyult-e, s jöhet -e nyugodtan Párizsba, hogy befejezze tanulmányait. Örömmel láttam, hogy a kis franc igen szépen megerősödött. Toporzékolt türelmetlenségében, hogy mielőbb távozhasson, én aztán mindent megtettem, hogy vele tölthessek két hetet, hogy pár kiránduláson megmutassak néki egy-két tájat Franciaországnak ezen az egyik legszebb vidékén. A szanatóriumban, a Penzsön de Rózsban alig volt ekkor egy-két vendég, Franc révén hamar megismerkedtem egy még eléggé fiatal és bronzbőrű olasszal, aki megnyerő arcú volt, s szelíd és messzejáró tekintetű, s akit, ha tetszik, nevezzük Leandro Barbazzanónak. Pár hónapja lakott már itten, unoka öt beteg ágya mellett, akit meghívjunk Mikéle Ludzattinak. Tizenhat éves gyermek volt, de már el sem hagyta az ágyát, annyira közel járt a végéhez. S csak ugyan én is ott voltam még, mikor szegényke kiszenvedett. Franz minden nap reggel és este pár percet töltött Mikéle szobájában, az orvos csak néki engedte meg, hogy a beteget meglátogassa. Én magam csak egyszer láttam elevenen Mikélét. Legjobban úgy emlékszem rá, ahogy a halálos ágyám feküdt, már-már csak a csontváza maradt, de oly szép volt, mint egy perzsa herceg. A függönyök egészen eltakarták az ablakot, se feszület, Se gyertya, egyetlen szál virág sem, semmiféle gyászpompa. A félhomályban a fehér párnának kis halott vonásai oly élesen váltak ki, mint egy tökéletesen vésett mesterműé, smárványnak vagy aranyozott fémszobornak tetszett volna, ha az arc sejmes és aranyló bőre nem őrizte volna meg a fiatalság és az élet színét. A nagybácsi fájdalma hangtalan volt magába zárt, valósággal állati. Az ápolónők némileg csodálkoztak is rajta, mert hisz öt vagy hat hét óta úgy szólván minden nap várták a gyermek kikerülhetetlen halálát. Franz és Mikéle pajtássága révén én is már az első nap közelebb jutottam a nagybácsihoz. Az ilyen szanatóriumban hamar összebarátkoznak az emberek. Bárbáccánó jellemét azonnal rokon találtam, közvetlen volt és őszinte. Egy könyvkereskedő fia volt egyik észak-afrikai nagyvárosban, amelyet ezentúl egyszerűen Y kezdőbetűvel jelzek. Lehetett ez Orán, Alger, Konstantin vagy Tunis, ahogy tetszik. Ő folytatta apja mesterségét, mint sógórának Mikéle apjának az üzlettársa. A Bárbáccánó Lucatti cég az első helyet foglalt el, ahogy ő mondta, Y város könyvesboltjai között. Leandro eléggé egyszerű volt népi eredete miatt, viszont eléggé művelt is olvasmányai, foglalkozása és utazásai révén. Éveken át dolgozott francia, svájci és olasz könyvkereskedőknél, több nyelven beszélt, s jól ismerte az európai irodalom főirányait. Ez is volt a témája a mi első beszélgetéseinknek. Azután meg önmagáról s az unoka öcséről mesélt. Az az anyás gondoskodás, amelyel Mikélét körülvette, engem már kezdettől fogva rokon szemre hangolt irányában. Megtudtam tőle, hogy két éve elhagyta a vállalatát, csak hogy megmentse a kisfiút, ismert minden kis szanatóriumot az Alpokban, a Júrában, a Vogézekben, megpróbált minden gyógymódot, minden éghajlatot, de hiába. Jól lehet, az orvosok egyhangúan azt állították, hogy a fiút, aki kiskora óta és minden csontjában beteg volt, sosem lehetett volna meggyógyítani. Bár Bacano állandóan azzal gyötörte magát, hogy nagyon is későn fogott Mikéle kezeltetéséhez, s ez az oktalan lelki furdalás, amely sokszor felmerült a mi közvetlen beszélgetéseinkben, közelepozott bennünket minden irodalmi vitatkozásnál. Mikéle lassú haldoklása közben egyre Leandró mellett maradtam. Ez a három napi várás véglegessé kovácsolta a mi ideiglenes, de már is tevékeny barátságunkat. Amikor a gyermek meghalt, a kocsimat bárbátszánó rendelkezésére bocsátottam a szükséges formaságok s eljárások elintézésére. Várakozásunk ellenére a kisfiú holtestét nem szállították haza Afrikába, Lucattiék ugyanis sürgőnyileg kérték Leandrót, hogy fiúkat a fonrömői kis temetőbe temettesse. Egy kicsiség ott is megkapott. Bárbáccánó a koporsóba zárta a kisfiú óráját, töltőtollát, kézelőgombjait, s minden olyan apró tárgyat, ami csak a gyereké volt. Azután pedig elégettette maga előtt a kájhában a halott minden ruháját és fehér neműjét. Vagyis, ha nem is volt gyöngéttelen, érzelgősnek sem mondhattuk. A koporsót Franz meg én Barbáccano oldalán követtük, mintha mi lettünk volna egyedül s legrégibb barátai. A temetés egy-kettőre megvolt, a háztól a temetőig alig pár lépést kellett tennünk, s amellett nem volt egyházi szertartás sem. Másnap elvittük Leandrót a Perpinyani állomásra, s elszorult szívvel néztünk utána a Marsei vonat irányában, amelyre csak egyetlen turista táskával szállt fel, a legkisebb emlék nélkül arról a gyermekről, akit itt hagyott. Pár nap múlva én magam is folytattam az utamat Északfelé. felé. Bárbádzánó azonnal írt, mihelyt megérkezett Afrikába. Azután még pár levelet s néhány kártyát váltottunk, majd a véletlen szülte kapcsolatok mindegyre ritkábbak lettek. Mégis a következő évben újra hallatott magáról, eszembe hozta egy beszélgetésünket, amely a fasizmus körül forgott, ismételte azt a vágyát, hogy szeretne francia állampolgárságot nyerni, s megkért, hogyha tehetem, legyek ebben segítségére. Amit tehettem, meg is tettem, s pár hónap múlva már jelentette, hogy megkapta a honosítását. Pár évvel később, ahogy a körülmények éppen Észak-Afrikába, sőt, Y városába vittek, mindjárt Barbadzánóra gondoltam. Írtam neki, mikor érkezem már a kikötőnél várt rám, s a maga módján fogadott, vagyis minden ömlengés nélkül, férfias, de igazi szívélyességgel. Alig-alig hasonlított ahhoz a lázas, hajlott hátus, a bánattól lesoványodott emberhez, akitől három évvel előbb perpinyamban váltam el. Tiszta metszésű, római arcán, amelyen könnyed hízása ellenére minden vonás határozott volt, a békesség s a boldogság kifejezése ragyogott. Az első percben, hogy viszont láttam, meglepet futó hasonlósága Mikéle halotti arcával. Az alatt a hat hét alatt, amit Y-ban töltöttem, Leandro fáradhatatlan volt, hogy minden kis nehézséget elhárítson az utamból, s hogy kellemessé tegye az ott létemet. Sőt, voltak olyan kezdeményei, amelyeket csak bizonyos nehézséggel tudtam elhárítani. Így mindenképp össze akart hozni a helybeli újságírók különböző érdekköreivel, sőt azt is a fejébe vette, hogy a városi színházban előadást tartott velem. Amikor váltig erősködtem, hogy soha se voltam képes nyilvános helyen szerepelni, s főkép, hogy nincs mondani valóm azoknak, akiket mindenáron körém akart csődíteni, emlékszem, hogy vállat vont, s lefegyverző fölénnyel így válaszolt. Ugyan, majd úgy tesz, mint a kollégái. Ahány író még köztünk járt, mindannyi tartott előadást. A történészek a történetről, a költők a költészetről, a regényírók a regényről. Beszélnek magukról, műveikről, hogy mit esznek, mind dolgoznak, s hogy minők a legkedvesebb hóbortjaik, s bár mekkora készletet is juttatnak hozzánk a könyveikből, egy hét alatt minden művük el kell. Majdnem megharagudtam rá, oly nehezen menekültem ettől a szokványos önfitoktatástól. De azt hiszem eltérek a tárgytól. Még csak egy szót a bárbádzánó lucatti féle könyvkereskedésről. Láthatólag az övék volt Y-város egyik legnagyobb könyvesboltja, a belváros központjának legforgalmasabb helyén állt, s reggeltől estig tele volt. Délben és este, hét órakor egy segéd leengedte a vasredőnyt, amelyben egy alacsony ajtó azután is nyitva maradt, az üzlet ilyenkor nem könyvesbolt volt, hanem afféle társaskör, ahol napi munkájuk után a tanárok, diákok, újságírók s más irodalomkedvelők gyűltek össze, s ahol vagy egy óra hosszat komolyan, s kegyeletesen lapozgatták a közepes párizsi újdonságokat. Én is szívesen mentem volna minden nap ebbe a hátsó boltba, hogy elbeszélgessek Leandróval, csak hogy ő hol ebédre, hol vacsorára akart ott tartani, míg én az ő bőséges és lármás családi lakomáinál sokkal jobban szerettem azokat az étkezéseket, amelyeket csak úgy sétaközben a közben a benszülötte kocsmáiban rögtönöztem. Leandro közös háztartásban élt a sógorával meg a nővérével, úgy láttam, hogy jól megfér velük, amint csodálkoztam is kissé, mert ő maga egészen elütött a családjától. Ignáció Lucatti igen öreg ember volt, a levantei emberfajta hájától dagadt arcával, s elgömbölyödött vállával, de drótnyelű szemüvege mögött szilárd, makacs és eleven tekintett fény lett egész nap ott ült a boltja mélyén, egy emelvényen, mint egy butha mivel kövérsége miatt nem tudott mászkálni a létrán, de még csak járkálni sem a könyves sorok között. Erről a vezénylő helyről igazgatta az egész üzletmenetet, s innen kiáltozta széjjel meglepően pontos parancsait, amiknek a fiatal olasz vagy zsidó segédek a vadászebek ügyességével engedelmeskedtek. Leandro nővérének a nevét képtelen vagyok megváltoztatni, nem csak azért, mert olyan szép név, hanem mert ez volt az egyedüli ékessége. Amaliának nevezték. Bár sokkal fiatalabb volt, mint férje, olyannyira, hogy Lucatti inkább az apjának látszott, ő is kövér volt, keletiesen kövér. Annyi bizonyos, hogy nem volt szép, többet mondok. A a ráncos volt, mint a teknősi arcát elárasztotta a háj, az arc színe olajos volt, s körte formájú felsőteste elpegyhütt a sok szüléstől, meg egy szóval hatékony orvosság mindennemű paráználkodás ellen. Kövérségét tulajdonképp akkor kezdtem csak méregetni, mikor láttam, mint tömi magát valami füge befőttel. Imád jócskán megöntözte mézzel és friss tejszínnel. Minden egyes étkezésnél tálszámra falta a makarónit, amellett reggeltől estig mindenféle csemegét meg édességet rágott, s akár beszélt, akár nem, örökké tele volt a szája. A pénztári fiókját megtömte töltött pisztáciával, datójával, szultán kenyérrel, amitől aztán az apró pénze mindig csak úgy ragadott. Az igazság kedvéért meg kell még jegyeznem azt is, hogy ennek a falánkságnak volt valami szilaj és ellenállhatatlan jellege, ami valahogy mégsem tette egészen visszataszítóvá, ez a torkosság, mint hogyha csak minden női vágyának kárpótlása, kiútja, menedéke lett volna, és így mégsem maradt hiám valami rejtettebb drámaiságnak. Körülötte egy fél tucat kis lucatti ivadék nyüzsgött, Fiúk, lányok, két évtől tizenötig, csupa tömzsi és dagadt porony, dupla tokás, rengő üllepű, oly lágy hússal, mint a béka, rekettes hanggal, gyapjas hajzattal, s minden kis megmozdulásukban valami gyógyíthatatlan ordinárisággal. Először nem is gondoltam arra, hogy ezek a szépséges Mikéle fivérei és nővérei, s valósággal elképettem, mikor ez végre eszembe jutott. A legelső alkalommal, amikor bemutattak Lucattiéknak, illendőnek tartottam, hogy megemlítsem Mikélét is, aki három évvel előbb úgy szólván szemem előtt halt meg. Úgy sem lehetett megmenteni, sóhajtozott Lucattiné. A bánat e szokványos formulája kellemetlenül lepett meg. Úgy látszik, Gondoltam, hogy a zsírpárna meglassít minden tevékenységet, s megbénítja lassan kint a legtermészetesebb érzéseket. Az anya érzéketlensége annál inkább meglepett, mert amikor véletlenül az öreg lucatti felé néztem, azt kellett látnom, hogy sír. Ezen túl, ha csak lehetett, kisemejtettem Mikéle nevét. Mindemellett egyszer-kétszer a lucattiéknál való kénytelen ebédeken meg viziteken és én célzásokat tettünk, ami mi Fonrömúi találkozásunkra, s az öreg Lucatti ilyenkor mindig csöndesen könnyezett. Úgy látszik, hogy Mikéle volt apjának a kedvence. Mivel hívtak Franciaországba, nem maradt időm, hogy délebre is menjek. Különben is augusztus lévén az évszak sem volt kedvező. Kárpótlásul Bárbácánó meg akarta mutatni a partvidék egy néhány táját. Erre a hosszabb kirándulásra a legutolsó hetemet hagytuk. Leandro kitűnő kalauz volt, tapintatos utitárs, s amellett jókedvű, mint egy gyermek. Mindig szerettem ezt a nyílt, egyszerű és kendőzetlen emberfajtát, amelyik olyan, amilyen, s nem is kíván másnak látszani. Leandró gyakorlatias volt, tele élettapasztalattal, hajlékony és határozott, s híján minden érzelgősségnek. Természetes értelme azokra a hegyi patakokra emlékeztetett, amelyek ugyan hidegek és egy kisé csípősek is, viszont frissek és átlátszók. Egyáltalán nem hódolt az általános eszmék babonájának, s önteltség nélkül jóhiszeműen beszélt, mint aki tudja, hogy nézeteink múlók és állandó módosulásra szorulnak, másrészt a legtöbb kérdésről okosan és igazságosan vélekedett, amit nem a könyvforgatásnak, hanem a tényekkel való érintkezésnek köszönhetett. A vele való társalgás megnyugtató volt és felfrissítő, talán azért, mert csak akkor beszélt, ha valóban volt mondani valója. Bizonyos, hogy nagy része van abban a jó emlékben, amit erről az Afrika-parti utazásomról tartogatok. Épp ezért örömmel hallottam, amikor visszatértünk Y-városba, hogy bizonyos könyvügyletek miatt Márselybe kell utazni a néhány napra, és hogyha meg tudom még várni a legközelebbi pósta érkezését, ugyanazon a hajón utazhatunk Franciaországba. Ez az út oly szép volt, mint egy álom kevés utas, se szél, se hullám. Este felé az éjszaka oly könnyűnek, oly langyosnak ígérkezett, hogy nem marad bátorságunk behúzódni a kabinba, s inkább fennvártuk meg a hajnalt egymás mellett a fedélzeti fekvőszéken. Itt e páratlan magányban határozta el Leandró, hogy beavat a múltjába, oly szavakban, amelyeket igyekszem híven tolmácsolni. Itt következnek úgy, ahogy kimásolom őket jegyzeteimből. Augusztus 24 Tegnap érkeztünk marseille reggel. Elbúcsúztam Leandrótól, miután még utoljára együtt vacsoráztunk az ókikötőben. Jó magam némileg elérzékenyültem, hogy el kellett válnom tőle. Ő nem. Most is csak szívélyes volt. Természetes, mint mindig, Smérsékelt minden érzésében. Este már Párizsban leszek, de csak pénteken érek belémbe. Szeretném felhasználni azt a napot, amit úgyis a vonatban töltök, hogy feljegyezzem mindazt, amit Leandró mesélt a fedélzeten azon az augusztus 21-i csodás éjszakán. Először csak össze-vissza a mai irodalomról beszélgettünk, a mostani francia regények félén kísérleteiről a lélektamban, egyes idegen regényírók vakmerő kezdeményezéseiről, s más egyébről. Idéztem néki a Thames egyik nemrég megjelent cikkét, amely szerint a fiatal amerikai regényírók nemcsak hogy szer fölött kényes, hanem, mint a cikkíró mondja, teljesen valószínűtlen témákhoz nyúlnak. Leandro válaszolt valamit. Pontosan nem emlékszem rá, hogy micsodát, de meglepett a hangsúlya, amely meglehetősen ideges volt. Nem értem, higgy el, úr, nem értem az embereket. Mindent és minden alkalommal valószínűtlennek tartanak, mint az egész élet nem csupa kivételességből állna. Akkor a társalgás alábbhagyott. hagyott. Majd hirtelen ezt mondta. Hallgasson meg, Dügár úr, Életemben először szeretném ezt elmondani valakinek. Ugye látta, hogy élünk oda-haza a könyvkereskedésben, Amália, az öreg Lucatti, s körülöttünk az a gyereksereg. A legelső pillanatra ugye semmi rendkívüli, pedig hát semmi sem biztos. Ha tudnám, hogy a fecsegésem nem rontaná el ezt a szép estéjét, minden szóbeli válasz helyett közelebb toltam a székem Leandróéhoz. Ha már egyszer rászánom magam, akkor ugye az lesz a legjobb, ha elmondok mindent, nyersen úgy, ahogy a dolgok történtek, csak hogy akkor legalábbis húsz évvel kell visszamennem. Sőt, még tovább, hogy elkezdhessem, egészen a gyerekkorunkig. Kettünket, nővéremet meg engem, tulajdonképp apánt nevelt. Alig voltam három éves, amikor meghalt az anyám, nincs is semmi emlékem róla. Amália, aki négy évvel idősebb nálam, akkor tehát hét éves lehetett. Apánk rettentően kemény és zsarnoki módon szigorú volt. Nem szerettük. Amint látja, megmondtam, hogy őszinte leszek. Az ő apjának, a mi nagyapánknak egy kis újságos boltja volt. Az apánk is sokáig csak újságokat árult a bódéjában, de azután lassanként bővidgetett az üzletén, s így nyitotta meg azt a könyvesboltot, ő még majdnem írástulatlan volt. Sokat is kellett vesződnie. Amikor másodszor megnősült, s elvette az anyánkat, meglehetősen koros volt már. Mi ketten, a nővéremmel már csak mint aggastyánt ismertük, fehér szakállal, rossz fogakkal, s kemény, s mindjobban ráncosodó bőrrel, mint a nedves pergamen, ami összezsugorodik a napon. Egyébként eszünkbe se jutott, hogy csak egyszer is megcsókoljuk. Hát így volt. Amikor anyám meghalt, elhurcolkodtunk a lakásunkból, s beköltöztünk egy régi házba a zsidóváros negyed szélén. Le kell, hogy írjam ezt a házat, amiatt, ami ezután következik. Ott állt két utca szögleténél. A könyvesbolt a földszinten, üzleti szempontból igen jó helyen. A bolt mélyén egy hátsó helyiség, aztán egy nagy konyha következett, aminek az ajtaja a közös udvarra nyílott. A hátulsó helyiségből csigalépcsőn mehettünk föl az első emeleti szobába, mindezt, mintha még most is látnám. A szoba elég nagy lett volna, de ez is volt az egyetlen. Ebben laktunk mindhárman éveken át. Erre az időre különben elég rosszul emlékszem. Én, az apám ágyában nővérem meg egy matracon a szoba egyik sarkában feküdt. Amália ekkoriban nyolc-kilenc éves lehetett, és igen komolyan fogta fel az idősebb testvér szerepét. Állandóan foglalkozott velem, ő keltett fel, s meg reggel, utána elvitt játszani a közös udvar csatornája mellé, s azt hiszem, hogy hébe-hóba meg is vert a tekintély kedvéért. Hát így volt. Egy kissé később, amikor kezdtem iskolába járni, s lehettem vagy nyolc éves, Amália meg tizenkettő, meglehetős változás történt a mi kettünk életében. Ezen túl már nem feküdtünk az első emeleti szobában. Apánk azt állította, hogy köhögési ruhamai vannak, s hogy nem akar bennünket éjszaka is felébreszteni. Azt hiszem, hogy ez igaz is volt. De Amália elmondta később, hogy ez az erősebb köhögés egybeesett egy bejárónő betelepedésével, akit előbb csak azért tartottunk, hogy megfőzze az ebédünket, de aki szép lassan az egész házat kormányozni kezdte. Mindegy. Azért rendben volt minden. Apántnak volt elegendő pénze. Kibérelt kettőnknek egy szobát a harmadik emeleten, a terasszal egy szinten. Ide már a többi lakó rendes lépcsőjén jártunk fel. Világos, levegős szoba volt, fehér márványkockákkal s majolikával a falak alján. Amellett elég tágas is volt, mert hisz apánk pár deszkából s néhány öreg ládából valóságos, alacsony válaszfalat emelhetett, ami aztán a szoba mélyét két kis fülkére osztotta. Ilyen formán mindegyikünk egy hosszú és keskeny cellát kapott, elől egy-egy függönnyel, mindegyikben egy-egy ágy, egy éjjeli szekrény és egy szék. A mosdó az ablak előtt volt, a szoba osztatlan részében, s reggeli mosakodáskor felváltva használtuk a nővéremmel. Itt nőttünk fel mind a ketten. Hisz megérti ugyebár, igen szabadok voltunk, a harmadik emeleten nem vigyázhatott ránk senki. De azért nem éltünk vissza ezzel a teljes szabadsággal. A kettünk kor különbsége szinte évről évre enyhült, nagyszerűen megértettük egymást. Annál is inkább, mert közösen tűrtük apánnak a rossz kedvét, aki lenn a földszinten reggeltől estig dühöngött. Az az idő is hamar elmúlt. Tizenkét éves, tizennégy éves, tizenhat éves lettem egy-kettőre. Ha meggondolom, furcsának találhatja, hogy egy húsz éves fiatal lány egy szobában lakhasson a tizenhat éves öccsével. De hát higgyel, dögár úr, Nálunk ez nem lepett meg senkit. Először is, mert mi ketten mindig egy szobában laktunk. Aztán ez az alacsony fal valóban el is választott bennünket, s mindegyikünknek juttatott egy külön kis zugot a szobában. A mellett főkép ekkor tájt ezekben a vénházakban, a legtöbb család összezsúfolva élt, az ilyen keveredések mindenhol napi renden voltak. Hát így volt. Mint mindegyik vele korulánynak, Amáliának is volt udvarlója. Igen, szép lány lett, mondhatom. Az udvarló szintén olasz volt, ugyanabból a város részből, egy terménykereskedő fia. Minden nap öt percre találkoztak este felé, Kinn a kis utcán, amely a házunk mögött nyúlt el, de csak ha a nővérem ürügyet talált, hogy kiszökhessen. Sokszor az én segítségemmel a vasárnapi futba a mérkőzéseken is látták egymást amikor a nővéremnek szabad volt engem elkísérnie. Én előttem Amáliának nem volt semmiféle titka. Este a szobában, ha lefeküdtünk, s még azután is, ha már ágyban voltunk, órákosszat fecsegtünk a falon át a titkainkról. Amália az ő szép Stefanójáról, meg az esküvőjéről mesélt, amelyet majd az udvarló katonai szolgálata után tartanak meg. Én meg, mint fiatal gimnazista, első kamasz kalandjaimmal s a városnegyed kis csirkéivel való szerelmeimmel mulattattam. Úgy éltünk egymás mellett, mint két jó pajtás. Ne higgye, hogy azért mondom mindezt, mintha különös örömöm telne a régi emlékek bolygatásában. Mindez igen szükséges a továbbiak megértéséhez. Különben is már közel járok ahhoz, amit elmondandó vagyok. Hát így volt. 17 éves lettem. Az iskolában sikerrel maturáltam. Apámnak tetszett a dolog, de azért mégsem engedte, hogy folytassam a tanulmányaimat. Be kellett állnom a könyvesboltba. Abba azért beleegyezett, hogy hallgassak pár előadást az egyetemen, így aztán én is szabadabb voltam, mint egy közönséges segéd. Erős, jól fejlett fiú voltam, és hát bizony szerettem a nőket. A szomszédságban ekkor már volt egy csomó kis kalandom, de csak alkalmi kalandok, húsz perces szerelmek, folytatás nélkül. Akárhányszor szombat este, amikor Amália lefeküdt, a szobában a vizes korsót a helyéből elmozdítva lelte, aminek az volt az értelme, hogy aludj nyugodtan, éjfére hazajövök. De ez is csak ritkán történt. Szóval ebben az esztendőben húsvétkor vagy pünköstkor az egyik szomszédasszony lánya, aki a második emeleten lakott, hazajött a szüleihez szünidőre. Ernestina volt a neve. Kis, fekete olasz lány volt, sovány, csupa csont és ideg, valóságos kóbormacska. Amaliánál két évvel fiatalabb, vagyis nálam két évvel idősebb volt. Régebben mindig velünk játszott, s már mint kislány bebehúzott egy sötétebb sarokba, hogy megcsókoljon. De azután pár évig egészen elvesztettük a szemünk elől. Az anyja egy nagybátyjához küldte, akinek harminc kiviteli cége volt délen. Már az első találkozáskor láttam, hogy Ernestina nem csupán a könyvelést tanulta meg a nagybátyjánál. Már másnap, hogy megérkezett, kijött velem a házunk teraszára. Volt itt egy kis deszka menedék, ahová a fehér nem dukták, hogyha megszáradt. De hát ágyajának ez is jó volt, a 17 éves kamasz, meg egy 19 éves lány számára, akik egyformán kívánták egymás szórakoztatását. Ernestina a fejébe vette, hogy kihasználja velem a vakációját. Szinte nem is gondoltunk másra, mint arra, hogy napjában minél többször találkozzunk. Persze cselhez is kellett nyúlni. Az anyja este nem akarta elengedni. Nem egyszer, míg a könyvesboltban Amália ült a pénztár mellett, Ernestinával fellopúztam a harmadik emeleti szobába. De nekünk ez sem volt elég. Napról napra falánkabbak lettünk. Folyton arról ábrándoztunk, hogy egy egész éjszakát kéne egymás karjaiban eltöltenünk. A végén ő találta meg a módját, az utolsó nap, nem tudom hogyan, azt hazudta, hogy elutazik, és még az anyja azt hitte, hogy már kiment az állomásra, fellopózott a szobámba, hogy velem töltse az éjszakát. Innen aztán hajnalban kísértem volna a vonathoz. Mindebbe Amáliát is be kellett végre avatnunk, amit maga Ernestina igen természetesnek talált. Emlékszem, hogy mondtam is néki, ha neked ez oly természetes, akkor beszélj te ő vele. Én valahogy röstellem ilyesmire megkérni. Nővérem első naptól fogva ismerte a viszonyunkat. De azért bevallom, bántott, hogy a lányt egész éjjelre bentartsam a szobánkban, ott, ahol a nővérem is alszik, s ahol majd csak pár méter távolságra szeretkezünk tőle. Viszont az így dolgokról több éve is szabadon beszélgettünk. Meg aztán azt sem igen tudtam, hogy milyenek az ő tapasztalatai. Ernestina esküdözött, hogy Amália épp annyit tud már, mint ő. Meg aztán mégiscsak itt volt az a bizonyos válaszfal. Meg aztán gyerekek voltunk mind a hárman. Meg aztán, és mindenek előtt, annyira vágyódtam Ernestinára, hogy bizony nem sok idő maradt a túlságos aggályoskodásra. Amint látja, elmondok mindent, s nem próbálok semmit se szépíteni. Annyi igaz, hogy Amália nem szívesen látta ezt a dolgot. Nem voltam ott, amikor a két leány megegyezett, s Ernestina egy szóval sem akarta elárulni, hogy mit beszéltek. De egész nap jól láttam, hogy a nővérem haragos, lehet ugyan, hogy alapjában maga sem tudta miért. Gondolom, ha megtehette volna, máshol töltötte volna az éjszakát. Gondolom, de nem vagyok biztos benne. Az is lehet, hogy azért kíváncsi is volt egy kicsit. Aznap rettentő volt a forróság. Ernestina már este hatkor bezárkózott a szobánkba, s én többször felszaladtam hozzá, hogy megcsókoljam, s enni adjak néki. Vacsora után apám és lúcia kiültek, mint rendesen a bolt elé, hogy a nappali hőség után egy kis levegőhöz jussanak. Lúcia az a takarítónő volt, aki most egészen nálunk élt. Én magam is melléjük ültem, csak hogy ne keltsek semmi gyanút a hamari távozással. Közben azon tűnődtem, hogy hová lett Amália. Fölment volna a szobájába? Vacsora közben panaszkodott, hogy erősen fáj a feje. De aztán kilenc órakor annyira türelmetlen lettem, hogy jó ét mondtam, s volt bátorságom otthagyni apámat és lúcsiát, holott még a kirakati táblákat sem raktam fel, pedig ez rám várt minden este. Apám az ilyen dolgokban nem nagyon ismerte a tréfát. Hát így volt. Fenn a szobában biztosan beszélgetnek még a lányok. Ehelyett, hogy fölértem, sötétet és csöndet találtam. A homályban tapogatózva próbáltam az ágyamhoz jutni. Ernestina már ott feküdt. Halkan azt mondta. Ne lármász! Amália már alszik. Fáj a feje. Túlnan a válaszfal mögül lehetett is hallani a lélegzését. Úgy látszott, mintha aludna. De hát még alig volt kilenc óra, s az álom ilyen forró napon nem igen volt valószínű. Megvallom, hogy akkor és ott nem az ő álma volt a legfőbb gondom, és hogy Ernestina is, én is, csak hamar felettük, hogy mellettünk van. Pár perc múlva már lemondtunk a legelemibb tartózkodásról is. Hát bizony, kedves Dögar úr, nem volt ez közönséges éjjel, s Ernestinának nem kellett sajnálnia, hogy elmulasztotta a vonatát. Úgy volt, hogy korán távozik. Hajnalban gyorsan felöltöztünk, s kiosontunk a házból mind a ketten. Amália még most is aludt. Ernestina el sem búcsúzott tőle. Aludt, vagy úgy tett, mint aki alszik, amikor visszajöttem az állomásról. Legfeljebb öt óra lehetett. Fáradt voltam, s megint lefeküdtem. Azután hét óra felé felkeltem, mint rendesen. Mindjárt utána szokás szerint Amália is otthagyta az ágyát. Hallottam, hogy a cipőjét húzza a fülkéje függönye mögött, míg én a mosdó előtt tisztálkodtam. Jó reggelt mondott, mintha mi sem történt volna. De amikor kijött a fülkéjéből, az arcáról azonnal láttam, hogy nem alhatott egész éjjel. Készen voltam, átadtam a helyet, s lementem a boltba, hogy ajtót nyissak. Ernestináról nem szóltunk egy szót sem. A következő napokon sehogy sem tudtunk összeférni. Állandóan veszekedtünk, ahelyett, hogy utána megint nevettünk volna, mint máskor, a dolgok úgy elmérgesedtek, hogy sokszor egész nap haragban voltunk. Amália eltökélte, hogy mindenben ellenemre jár. Egyre azon tűnődött, mivel törjön borsot az orrom alá. Így például ezentúl éppen akkor kelt fel, mint én, hogy azután magának foglalhassa le a musdót Meg is mondta. Hol én, hol te, önts csak ki te a szennyes vizedet. Ez persze képtelen helyzet volt, hiszen neki nyolc előtt semmi dolga sem volt odalen, Viszont nekem akkorra már ki kellett nyitnom a boltot, elmenni a reggeli tejért, s megvásárolni az újságot, amelyet reggelizés közben hangosan kellett felolvasnom apám előtt. Az első nap szó nélkül engedtem át a helyemet, s mosdatlanul mentem le, csak hogy ne haragítsam apánkat. Hát így is jó. De aztán másnap, amikor Amália újra kezdte, engem is elöntött a harag, már ott állt a mosdótál előtt, ingben és alsó szoknyában. Mikor látta, hogy feléje jövök, vizet öntött az arcomba. Szándékosan mesélem el ezeket a részleteket. Néha csak úgy tréfából verekedtünk is Amáliával, de ezúttal semmi kedvem nem maradt a tréfához. Megragadtam hátulról, felemeltem a térdemre, s úgy vitte egészen az ágyáig. Nehéz volt, s ficánkolt, mint az ördög. A kezem a mellém volt, a fara meg a térdemen táncolt. Mindenre pontosan emlékszem, mivel azon a reggelen a mosdó és az ágy között jutott eszembe hirtelen, hogy a nővérem éppen olyan asszonyféle, mint a többi, és hogy sokkal kívánatosabb, mint a sovány Ernestina. Rádobtam az ágyára, skáronkodtam, minthogyha még akkor is haragudtam volna. Emlékszem, hogy egyszerre abba hagyta a védekezést, ott maradt csöndesen az ágyon, s még csak fel sem próbált kelni, ahelyett merőn csak engem nézett. Én aztán büszkén a mosdó elé mentem, megmosakodtam és felöltöztem. Amikor ott hagytam a szobát, ő még mindig ott feküdt az ágyon, keresztben úgy, ahogy odadobtam. Hát így volt, de hadd folytassam. Este az volt a szokásom, hogy sokáig olvastam. Amália mindeddig sosem tiltakozott, te szokás ellen. Különben is a válaszfalunk egészen eltakarta a gyertyám fényét. De Amália most mindent megpróbált, csak hogy kihozzon a sodromból. Így például a fejébe vette, hogy eloltatja velem a gyertyát, azon a címen, hogy ő fáradt, és hogy én nem hagyom aludni. Én ezt persze nem engedtem. Amire ő szép csendesen felállt oda át a székére, és a válaszfal felett egy fehér nemű darabot lengetett, amivel aztán sikerült is eloltani a gyertyámat de én megint meggyújtottam. Amália újra kezdte. Mintha még mostan is látnám, ahogy ott áll a válaszfalnál, kibomlott hajjal, gonosz tekintettel. Azt hiszem, hogy azon az estén őszintén gyűlölhetett engem, s hogy valóban káromat akarta. Úgy látszott, hogy Ernestina sok mindent elrontott köztünk. Másnap vigyáztam jó előre, hogy megvédjem a gyertyámat, s amikor láttam a fa mellett, mint rázza Amalia az alsó szoknyáját, nevetni kezdtem a felsülésén, s még csak az olvasást sem hagytam abba. Hallottam, hogy visszafeküdt. Azt hittem, ezt a gyerekséget nem fogja újra kezdeni, de csalódtam. Csöndben olvastam, és egyszerre csak azt látom, hogy Amália hirtelen rám ront, s feldönti a gyertyatartót egy kézcsapással. No, de ez csak egy pillanat volt. Akkor aztán én is kitörtem. Két másodperc, s már kint voltam az ágyból, s egyszerre lefogtam a maliát. Tulajdonképp mi is történt? Iparkodok mindenre minél jobban emlékezni. Ott birkóztunk a sötétben. Én valóban dühös voltam. Ő is. Erős, izmos leány volt. Próbáltam mindenkit megfékezni, ledobni valahová a földre azzal a határozott vágyjal, hogy megverjem és elvegyem a kedvét minden újabb próbálkozástól. Mind a ketten Halloweenben voltunk, összefogóckodva a sötétségben, s úgy birkóztunk, mint két őrült. A végén sikerült felemelnem. Ő meg a nyakszírtemet karmolgatta. Éreztem az illatát, a testét, amely meleg volt az ágytól, ugyanazt az illatot, amit Ernestina testén egy egész éjszakán át érezhettem. Egy hirtelen fogással behajtottam a csípőjét, s rávetettem a párnájára. Ugyanakkor ő meg engem a lábaival szorított össze, két mesztelen lábszárával, amiket a hátamon kapcsolt egybe. Meginoktam, föléje estem. A haragomból, bevallom, akkor már nem igen sok maradt. Csak annyi, ami éppen, hogy megforrósította a vágyamat. Akkor aztán még dühöngve, de már kerestem a száját. Azt hiszem, hogy ügyetlenül bár, de ő is nyújtotta az övét. Hát így történt. Az ilyesmi láthatja, szinte magától megeshet. Sőt, egészen egyszerű, ha az ember visszagondol rája, Sa úgy, ahogy megtalálja az egyes részletek láncolatát. Hát ez bizony négy évig tartott. Igen, négy egész esztendeig. De talán még tovább is. És nem szégyellem kimondani, ha hiszi, ha nem, Dögár ez a négy év volt a legszebb, ez a négy év volt egyedül szép az én egész életemben. Amália érintetlen volt még, amikor az enyém lett. De, hogy mondjam? Gyakorlatlansága annál szenvedélyesebb volt. Ernestinát kivéve, 17 éves koromban csak a féle véletlen kis kalandjaim voltak addig, amelyeknél nem egyszer még az ágy is hiányzott, két ajtó közt, egy pincében, valahol egy térbokraiban, elhagyott telkek homokján. Mindaddig bizony nem tudtam, milyen lehet a folytonos, a mindennapos szerelem. Az ember szinte nem is hinné, hogy két test egymáshoz szokása, mi mindennel növeli az íj viszonyt, és azután képzelheti, tüzesek és falánkak voltunk mind a ketten, már amint ebben a korban szokás. De ez se minden. Ha meggondolom, valami más is van itten. A házas felek, ha megértik egymást, ha már sokáig éltek együtt együttesen, egymás mellett tették meg a kenyerük javát, egészen mély érzésekkel érzik magukat egymáshoz kötve, valami belső, öntudatlan s megmagyarázhatatlan egyetértéssel, ami nem hasonlít semmihez. Éppen ez a kötelék az, ami egy igazi párt formál. Fiataloknak ugyebár fogalmuk sem lehet az ilyesmiről. Már most mi ketten, annál fogva, hogy 17 éve éltünk együtt, mégpedig, mint ahogy mondtam, testvéri egyetértésben, no meg a közös vér miatt is, azonnal ismertük a régi párok titkos és mély meghittségét. De hát, de garur, maga ezt úgy is jobban elemezné, mint én. Legfurcsább az volt az egészben, hogy a házban s a ház körül senki sem vett észre semmit. Igaz, vigyáztunk is arra, hogy elhárítsunk magunkról minden gyanút. Én például szombatonként kértem apámtól egy kis pénzt, hogy elmehessek biliárdozni. Másnap aztán az asztalnál Amália hangosan csúfolt, fáradt és kialvatlan képen miatt. Ő meg, miután szakított a terménykereskedő fiával, egyik ostoba szomszédunkkal kezdett magának udvaroltatni, aki beérte egy-két találkával, mindenki előtt a nyílt utcán, de ez éppen elég volt ahhoz, hogy felkeltse a város negyed plegykázó kedvét. Szóval hát négy évig tartott. És biztosan tovább is tartott volna, de hát két dolog jött közbe, s ezek ellen nem volt mit tenni. Az első az volt, hogy közeledett az én katonai szolgálatom. Sorozásra már rég jelentkeztem az olasz konzulátuson. Év végére hívtak be a szicíliai ezredemhez, s két egész esztendőt kellett Itáliában töltenem. Nem lehetett kibújni bár nem egyszer gondoltam rá, hogy megszököm. Apám nélkül azt hiszem, hogy bizony meg is szöktem volna. Bár ez, ha most rá gondolok, igen nagy ostobaság lett volna. A másik dolog apámtól származott. Akkor már a hetvenhez közel mind gyakrabban gondolt arra, hogy férjez adja a malliát. Hogy a boltot felelevenítse, évekkel előbb magához vett egy nápoit, egy nápoit a könyvszakmából, egy dolgos és komoly embert, aki már nem volt fiatal, de viszont nagy volt a gyakorlata, s a mi kisboltunkat a város egyik legelső üzletévé emelte. Ezt az embert ismeri. Lucatti volt a sógorum, Már ekkor is körülbelül ötven éves lehetett. Megtakarított pénze is volt, és pedig nem is olyan megvetendő amellett a nővérem iránt valami hallgatak szenvedélyt táplált, heveset és szívósat, mint ő maga. Apám ezt a megoldást kitűnőnek találta, mert hisz így egyszerre biztosíthatja maga és két gyermeke jövendőjét, Ludzatti megveszi az üzlet felét, ráadásul megkapja a társtulajdonos leányát, sőt, még azt is vállalja, hogy engem, ha visszatérek, társul vesz maga mellé a boltba. Így aztán apám, aki öreg volt és mind jobban szenvedett az asztmájától, nyugodtan visszavonulhat és élhet a jövedelméből, s nem kell neki várni arra, hogy majd én vezessem a könyvesboltot. Az egésznek csak egy akadálya volt. Amalia magatartása. Nem, mint hogyha nemet mert volna mondani apámnak. De kibújt a válasz alól, s mindig későbbre ígérte, hogy időt nyerjen. Luzattit első naptól fogva kerülte, mint egy bélpoklost. Magunk között mindig csak a véndisznónak nevezgette. Tolakodónak, undorítónak, kibírhatatlannak tartotta. Nem lehetett olyan csúfság, amivel meg ne szégyenítette. Nekem azt mondta, inkább megölöm magam. Ez az év, ha rágondolok, tragikus emléket hagyott bennem. Most történt először, hogy a családban apám ilyen ellenállásra talált. Látszott rajta, hogy magában csak úgy forra méregtől, de azt hiszem, hogy a leányát inkább az utcára lökte volna, semmint, hogy ő engedjen s lemondjon a tervéről. Így múltak a hónapok. Amália nem engedett. Odafönt a szobánkban mindig elfelejtettünk mindent. A közelgő kaszárnyaidő és ezek a fenyegetések még inkább megvadították a szenvedélyünket. Ez júniusban történhetett. Én nékem októberben kellett távoznom. Apám haragja borzasztó lett. Már-már alig szóltam Aliához. A várostól délfelé a hegyek közt száz kilométerre volt valami híres zárdaféle, amelyben az apácák kézmíves iskolát is szerveztek, a leányok két-három évig maradtak ott, mint növendékek, s mindenféle műhelyi munkát, s házi mesterséget tanultak. Asztal mellett apánk nem egyszer hozta szóba, és olyankor egyetértő pillantást vetett Luzattira, aki délben mindig velünk kevett. Egyszer vasárnap, vacsora után, amikor Amália fölkelt, hogy felmenjen a szobájába, apám utána ment a lépcsőn, és ott, mélyen a szemébe nézve így szólt hozzá. Hogyha jövő vasárnapig nem válaszolsz igennel, magam viszlek el az apácákhoz. Ott aztán addig maradsz, míg szükség lesz rá. Tudtuk, hogy amit ígér, az nem üres fenyegetés. Erre persze azt mondhatná, hogy Amália nagykorú volt. Csak hogy mi már ilyenek voltunk, s még csak eszünkbe sem jutott, hogy bármikor, Bármilyen korban lerázhatjuk magunkról az apai tekintélyt. Amália napokig sírt. Nem tudtam, mit tanácsoljak néki. Én sem tudtam hozzászokni ahhoz a tűrhetetlen gondolathoz, hogy feleségül menjen a vén disznóhoz. Viszont az a gondolat, hogy elszakadjunk egymástól három hónappal korábban, mint ahogyan számítottuk, talán még tűrhetetlenebb volt, mint a másik. Éppen ezért határozott. A döntése hősies volt. Igent mondott, de azzal a feltétellel, hogy az esküvő csak évvégén lesz, és hogy addig Lucatti nem tekinti menyasszonyának, s nem beszél vele semmiről. Apánk magán kívül volt, de Lucatti beleegyezett, sőt szinte sugárzott a boldogságtól. Amália kijelentette, nem bánom, megölöm magam, mihely te elmégy hazúról. Ekkoriban, higgy el, Dögár úr, képes is lett volna rá. Mindig kivert a verejték, hogyha erre gondoltam. Akkor aztán valahogy én is legyűrtem az ellenkezésemet, és azt mondtam Amáliának. Fogad csak el az öreget. Két év múlva visszajövök, s akkor majd megyünk Franciaországba. Amália nem is felelt, s azt hiszem, hogy én magam nem is tudtam volna meggyőzni de akkor meg egyszerre csak néki támadt egy eszméje, meglehetősen váratlan eszme. Azt mondta, jól van, hozzámegyek, de csak ha te meg beleegyezel, hogy viselős lehessek tőled. Vagyis érti? Belenyugodott abba, hogy együtt Luzattival, és hogy a felesége lesz abban a két esztendőben, de csak ha biztosítékot kap, hogy nem tőle lesz gyermeke, hanem igenis én tőlem. Hát így volt. Én beleegyeztem, és bizony két hónapra meg is változott a helyzet. Jó magam, csak örültem. Tudtam, hogy most már Amalia nem fogja magát megölni, és hogy megvár. De már végre eljutok a histórián befejezéséhez. Ha nem is egészen, hát majdnem. Csak hogy ami hátra van, már kevésbé mulatságos. Októberben, mint ahogy mondtam, elmentem Szicíliába, s otthon megtörtént a házasság. Hét hónap múlva Amália megszült. Fia lett. Kitalálta. Mikéle volt. Gyönge volt, mint egy lehelet, minthogyha valóságban is korábban született volna. Már az első esztendőben legalább tízszer elveszettnek hittük. Ebben az első esztendőben Amália csak úgy titkon, szenvedélyes leveleket küldött. Mindannyiban az én hazatérésemet és a közös szökést emlegette. Én is mindig erre gondoltam, de persze csak banális levelekkel felelhettem. Akkor lassanként, ahogyan mondjam, a szerelmes levelek hangja egyszerre csak megváltozott. Egy szép napon azt írta, hogy másodszor is viselős lett. Csak így, egészen egyszerűen. Jó maga inkább csak csodálkoztam, mintsem, hogy féltékeny lettem volna és azután bevallom, kevesebbet is gondoltam Amáliára. Hisz tudja, mi az. Húsz évvel minden új élet részegítő, és hát bizony Sziciliában is igen szépek a leányok. Amália levelei mindegyre ritkábbak lettek, és aztán egy sürgönyből azt is megtudtam, hogy apám meghalt. Szóval, mikor letelt a szolgálatom, s hazamehettem Afrikába, Amáliát elhízva, elterebélyesedve találtam, ekkor már két gyermekkel. Mikélével, aki mindig oly sápadt és beteges volt, és Justinával, ezzel a kövér lányjal, akit maga is láthatott, akinek nem ártott soha semmi, és aki már akkor is a fiú nényének látszott. Amália eleinte azt hiszem inkább kerülte a velem való együttlétet. Az ura előtt egy csöppet sem feszélyezte a viszontlátás. Inkább engem nézhetett holmi együgyű fajankónak. Vajon az egész közös múltat csak a féle gyerekségnek látta, vagy már elfelejtett mindent? Tulajdonképp sose értettem meg. Hiszi, Dögár úr, vagy nem hiszi, mindenről sose volt szó többé köztünk. Különben is ekkoriban nem soká maradtam velük. A könyvesbolt virágzott. Én rám nem is volt szükségük. Rábeszéltem a sógoromat, engedjen el Franciaországba, ahol a könyvkiadást tanulmányoznám, s el is mentem. Dolgoztam Márszejben, Lyonban, Genfben, végül pedig Párizsban, s itt a negyedik helyem ellepett meg a háború. Visszatértem Olaszországba. Itt is dolgoztam, igaz, nem sokáig egy római könyvkereskedésben, de az olasz mozgósítás Szicíliába irányított az ezredemhez. Tíz hónap múlva már hadnagy voltam, sok mindenben volt részem. Nem mint dicsekednék, én se tettem többet, mint annyi más. De hát mindez megmagyarázza, ami ezután következik. Amikor megint otthon voltam, 1919-ben, egészségben a régi házban, a bárbádzánó lucatti féle könyvkereskedésben, bizony mondom, Dögár úr, mindannak ellenére, ami történt, az életet megint csak igen szépnek találtam. A sógorom, aki már lassan öregedni kezdett, igen szívélyesen fogadott. Amália, mint családanya, teljesen boldognak látszott. Szinte magam előtt látom ebben az évben a négy gyerekkel, egyik jobban bőg, mint a másik, egyik egészségesebb, mint a másik, s mind ott veszekszik reggeltől estig, amik élek a rossz széke körül. A fiú kedvesen mosolyog rájuk. Szegény kisgyerek. Most, hogy ide értem? Szeretném, Dögár úr, ha azt mondhatnám, hogy csak is és kizárólag a fiú miatt maradtam ottan, ő érte vállaltam az együttélést. Pedig hát az is biztos igaz, hogy imádtam ezt a gyereket. És hát mégis nem ő érte, nem miatta fogadtam el oly könnyen ezt az életet. Bonzott ez a családi kör. Miért szépítsem? A múlt messze volt, felőrlődött, nem éreztem a háború ebben is valami nagy szakítást hozott létre. A nővérem, Lucattiné, aki hol viselős, hol dajka, vén férjével, spufók gyermekeivel soha azóta sem emlékeztet a fiatalkori Amáliára. Ez a szigorú igazság. És aztán ez a könyvkereskedés is jobban vonzott, mint bármely másik. Lucatti mindig úgy tekintett, mintha én lennék a főnök. Hiszen látta, magának tartogatja a könyveladást, a hálátlan apró munkát. Viszont egészen rám hagyja a tulajdonképpeni könyvkiadást. Van ez a kis folyóiratom, vannak sorozatos kiadványaink. Boldognak éreztem magam. Az is voltam. Ebben a mi életünkben egyetlen fekete pont volt csak, a kis Mikéle egészsége. De még ezen a téren is illúziókat tápláltam. Hát, ha nem is igazán beteg. Azt mondtam magamban, talán csak a klíma, vagy pedig, most nő, majd elmúlik. Úgy szólván, észre sem vettem, hogy napról napra jobban fogy. Legjobban még az bántott, hogy Amália jobban szerette a többieket. Ó, nem, mintha bármire is gondolt volna. Egyszerűen csak azért, mivel hogy a többiek mindannyian jobb húsban voltak. Maga persze azt hihetné, hogy Mikéle néki is, én nékem is a féle eleven lelki furdalás volt. Nincs igaza. Az lehetett volna, de nem volt az. Tovább megyek, s befogok vallani valamit. Későbben, sokkal későbben értettem meg a felelősségemet. Sokkal később, fontrömóban, és pár nappal előbb, hogy... Akkor hirtelen úgy éreztem, hogy igenis, tulajdonképp felelős vagyok azért a szülésért, és felelős, ki tudhatja, a betegségért, a törékenységéért. Bár ugyan, felelős. Hadd lássuk csak, akkor vitatkozhatnánk is rajta. A vérközösség nem egyszer csodálatos eredményekkel járhat. Amália? Megesküdnék rá, sosem gondolt ilyesmire. Önéki, bár bizonyos, hogy sosem vallotta be önmagának, a kis Mikéle halála inkább csak megkönnyebbülés volt. Igen. Sőt, higgyel, Dögár úr, alapjában nékem is. Minden fájdalma ellenére, amit akkor éreztem, most megint boldogok vagyunk, együttesen. Ez már így van, nem tehetünk róla. Bárbáczánó elhallgatott és csak ugyanazon az estén a szép éjjég alatt minden olyan egyszerűnek látszott, hogy nem tudtam, mit feleljek néki. Következett pár jegyzet, a féle műhelyi vázlatok, az esetre, ha egyszer majd kedvem kerekedne arra, hogy ezt az egész történetet irodalmilag is feldolgozzam. Ezeket, kedves barátom, nem fogom már lemásolni, csak ezt a pár sort befejezésül. Meg kéne változtatni a végét, attól fogva, hogy hazatér Szicíliából. S főkép egy szócse a negyven éves kövér Amáliáról való emlékről, amint a pénztárban trónul a nagy gyermekáldás között, vagy amikor a mézzel kevert füge befőttet habzsolja, vagy amikor az asztalnál előszedi ing melléből bőven folyó emlőjét, hogy engedjen a legkisebbje pillanatnyi szeszélyének, ennek a dundi békának, aki már majdnem két éves, még mindig nincs elválasztva, de már rizses hús teszik velünk, s ebéd után falánkan anyja ölébe kéreckedik, hogy néhány korty öreg tejet szívjon tőle csemegeként. Utószó Az afrikai vallomás a Tibó család regényírójának egyetlen ismert novellája, nem most kerül először a magyar olvasó elé, nem sokkal megjelenése után a Növel Revue Françoise-ban 1931 a nyugat francia dekameronja is közölte magyar fordításban, stémájának merészsége s még inkább formai tökéletessége már akkor is nálunk is nem csekély feltűnést keltett. De stílusa úgy látszik mégsem elégítette ki az írót, mert a mű végső kiadása a kétkötetes pleát sorozatban bizonyos változtatásokkal hozta az eredeti szöveget, s természetesen a fordító is számba vette ezeket a változtatásokat. Több mint harminc év távlatában e novella értékes, érdekessége semmit sem csökkent, legfeljebb jobb helyzetben vagyunk ahhoz, hogy művészi jelentőségét, önmagában éppen úgy, mint írója korában és életműve egészében is felbecsülhessük, s hogyha lehet, ugyanazzal a komolysággal és tárgyilagossággal, amelyel az író maga a novella témáját és problémáját elemzi. Az elbeszélésnek nem annyira lényege, mint kiinduló pontja egy afrikai olasz könyvárus két fél árva gyermekének, egy már felserdült leánynak, s egy kamaszkorú sihedernek, száz körülménnyel magyarázott, múló testi viszonya, amelynek kezdeteit és lefolyását Martin de természet természettudományos elfogulatlansággal magyarázza, részben, hogy így jusson közelebb egy ilyen klinikai eset titkához, részben, meg hogy enyhítse, ha nem tudományosan, hát művészileg, az olvasó esetleges viszolygását vagy tiltakozását. Ha azonban az egész elbeszélés csak magára e monstruózus motivumra terjedne, alig érdemelne több figyelmet, mint azok az időnként oly virágzó francia regénytermékek, amelyek igaz, a mi írónktól eltérőleg, mindig bizonyos cinkossággal tárgyalják a nemi téveigéseket, s amelyeknek divatát miért tagadnánk, egy időben Martin de s barátjának, André Zsidnek, nagy neve és befolyása is támogathatta. Szerencsére az egész afrikai vallomásban nem csupán s nem elsősorban a testvér szerelem témája a legújabb vagy a legfontosabb, hisz tudjuk, hogy ez a téma az ősidőktől a romantikáig több ízben is felbukkan, a világirodalomban épp úgy, mint magában a franciában, s Martin Dugart láthatólag nem az eset részletei, hanem inkább légköre, körülményei, s még inkább következményei érdeklik. Maga ez a vallomás, ez az afrikai vallomás, egy Márszejbe tartó hajón, valahol Tunis és Márszej között, az egy Afrika klímáját s régmúlt törzsi felidéző történetről, ez a mint egy bizalmas közlés, hogy a francia címet még pontosabban tolmácsoljuk, négy szem közt, rég az eset után, éjszaka, a homályban, a múltba merülő kutakodással, inkább egy futónak látszó kaland, kiszámíthatatlan következményeit, egy kis mulatság nagy folytatását, s egyszerre groteszk és végzetes befejezését meséli el, azzal a Martin de Gardi könyörtelen determinizmussal, amely az író minden művét kezdettől végig áthatja, s amelyet még századvégi mestereinél és mintaképeinél, a polgári materialistáknál s a naturalista regényíróknál is szigorúbban, következetesebben és épp oly lehangulóan alkalmaz. Mi vonzót találte témában a Tibó család? Jean Baruch, a Vén-Európa szerzője témában, amelyről minden életszerűsége ellenére s eddigi magyarázóinak legjobb tudomása szerint se hajón, sem Afrikában nem hallhatott. Többek közt már csak azért sem, mert sohasem járt Afrikában, viszont ő maga árulja el egyik ritka önvallomásában, hogy elbeszéléseinek igazsága egyrészt az ő természetes mesterségbeli adománya, mivel bármiről is mesél, mindennek az igazság színezetét tudja adni, másrészt roppant munkabírásának, s elméje és képzelete minden részletre kiterjedő és mindennél bensőségesebb központosításának eredménye s főképp ennek az írói illúziós tudománynak köszönhető -e szokatlan történet már-már szemfényvesztő valószerűsége. Egyébként, ha végiglapozzuk Martin Degar műveit, nem egy példáját találjuk benne a nemi és erkölcsi anomáliáknak, tartózkodó, bár ugyanakkor félre nem érthető ábrázolásban, gondoljunk a Tibó családban, Ráhel homályos kapcsolataira Afrikában élő, és ugyancsak komályos erkölcsű kedvesével, Jacques és Gíz inkább csak képzelt, mint valóságos viszonyára, Antoine nagyvilági barátnőjének nem is nagyon titkolt hajlamaira, a Fontanen házas pár furcsa házas életére, a Taki Törn című színmű tragikusan halmozott nemi zavaraira, vagy például a Vén Európa háttérben játszódó szörnyűségeire. Lehet, hogy Zsíd, aki az ilyen témákat mint egy önigazolásul kereste, lehet, hogy Freud, aki a 20 években vált ismeretessé a franciák közt, bátoríthatta Martin Gárban ezt a század elejétől kezdve egyre erősebb kíváncsiságot, amely bizonyos naiv kizárólagossággal az érzelmi, a szellemi, s főképp a szerelmi életet is természettudományos szemlélettel s módszerekkel vélte megközelíteni. Jól lehet? Roger Martin Dugard műveinek java része normális érzésű emberek normális életéről ad számot, mintha nem tudna ellenállni a kivételes esetek iránt érzett érdeklődésének, talán hogy így adjon új tápot minél elfogulatlanabb, stárgyilagosabb vizsgálatainak, talán mert maga is vallotta azt a zsíttől hirdetett elvet, amely szerint a különös, a rendellenes jelenségek sokszor többet árulnak el az ember lehetőségeiről és képességeiről, mint a rendesek és a törvényesek, s amelyet Antoine Tibó az orvos oly módon fogalmaz meg, hogy az ember legjobban akkor ismerheti meg önmagát, hogyha egyszer beteg volt, s utána visszaszerzi egészségét. Mindegy, ezt a kényes témát, amely az ember szerelmi és erkölcsi életének legősibb, s legzavarosabb periódusaira téved vissza, Martin Degar oly éles szemmel nézi, oly biztos kézzel kezeli, s az elbeszélő művészetnek oly fölényes tökéletességével igyekszik az olvasóval elfogadtatni, minthogyha jó pár ezer éve az emberi erkölcsök, ösztönök és érintkezések s a róluk vallott felfogások ma is ősi és zavaros állapotukban maradtak volna, s mintha az egész novella csak a féle fogadás vagy kihívás lenne oly irányban, hogyan lehet és kell egy ilyen témát a művészi hitelesség legmagasabb fokára emelni. Technikai szempontból az afrikai vallomás Martin Dögárnak talán a leghibátlanabb alkotása Smerimé vagy Mopasszan legjobb novellái mellé állítható. Látszólagos hanyagsága s befejezetlensége csak arra szolgál, hogy az olvasó azt hihesse, egy valóban megtörtént és fokonkint kibogozott bonyodalmas esetről van szó, s ezt a hatás csak fokozza az elbeszélés kerete és hatásos szerkezete, a végével való kezdés, a kisgyermek halála, és még inkább a hajóút, s mindezt teljesen betölti, megformálja és távlatosítja a tuniszi tapasztalás, a testben, lélekben, erkölcsben elhájasodott nővérnek, Iszonyatos bambai és szinte állati közönye, önkéntelen vagy öngúnyoló torszképeként képeként annak a szemléletnek, amely nem tesz különbséget az emberi és a természetes között. Az író viszont van olyan becsületes, hogy e szemlélet önellent mondó következményeit se hallgassa el, ahogy a jó tudós is számol kísérlete esetleges kudarcával. A mi novellánk esetében ez a kudarc csak biológiai míg művészi megoldása annál káprázatosabb, s valósággal a görög fátum magaslataira emelkedik, az erkölcsi rend megsértésért, egy kamaszkori botlásért, kisebb-nagyobb mértékben bár, de mindenki megbűnhődik, a szeretkezés gyümölcse idő előtt elpusztul, a nővér falánk és tunya matrónává hajasul, maga a narrátor, a fiú testvér, mint egy saját bűntudatát iparkodik feloldani, bizalmas afrikai vallomásában, se látszólag oly hidegvérűn s modernül kísérletező elbeszélés, így válik, ha mélyére nézünk, már már nem is Tolstoi, hanem Dostojevszkis bűnné és bűnhődésé. Gyergyai Albert